Augusztus 9-én kezdte meg felkészülését a 2021-22-es szezonra a DVTK kosárlabda csapata. Új légiósokkal és hazai igazolásokkal dolgozhat együtt a Földi Attila vezetőedző irányította szakmai stáb a csapatnál maradók mellett. A szerdai tréningen pedig már az angol válogatottban szereplő új légiós is együtt edzett új társaival. A felkészülés kezdetéhez képest már egy jóval nagyobb létszámú játékos keretnek tarthatott edzést a szakmai stáb szerda este a Városi Szabadidő Központban. Az eltelt napokban már munkába álltak a válogatottakba is meghívott magyar játékosok, és befutottak csapatunk új légiósai is. A szerb bedobó Snezena Bogicevic, a 35-ös mezben látható montenegrói Milica Jovanovic mellett már együtt edzett a többiekkel az együttes legújabb tagja, Sheridan Green is. Mindezek azért örömteli tények, mert az volt a cél, hogy a felkészülési tornákat már teljes kerettel teljesíthesse a csapat. Sheridan Green személyében egy angol válogatott játékos tudtunk leigazolni. Tavaly kicsit elégedetlenek voltunk a mélységi játékunkkal, a gyűrű alatti kosarakat nagyon hiányoltuk, ugye egy tapasztalt, jó légiós szerettük volna erre a posztra. Úgy gondolom, hogy ez az edzés is, meg a bajnokság is be fogja bizonyítani, hogy jó döntést hoztunk. Egy lepattanózásban nagyon stabil és nagyon nagy tömegű játékos érkezett hozzánk. A komoly tapasztalattal rendelkező légiósok mellett az utánpótlásból is meríteni tud szerencsére a klub, és így több saját nevelésű tehetséges játékos is már a felnőtt együttessel végzi a felkészülési időszakot. Ennek részeként először a szekszárdi Siókupán, majd a Szaniszló Sándor emléktornán lép pályára a DVTK. Mindezekről bővebben a jövő heti sportpercekben hallhatnak majd nézőink.